Nyolc város, köztük Gyula kötött együttműködési megállapodást hétfőn a Petőfi Irodalmi Múzeumban Budapesten. A szerződést a fürdővároson kívül Balatonfüred, Debrecen, Győr, Kecskemét, Komárom, Szolnok és Vác vezetői írták alá, és célja a turisztikai és kulturális kapcsolatok erősítése a települések között. Ez nem egy pillanatnyi ötletvezérelte együttműködési megállapodás volt, nem egy piárakció, hanem évek sora alapján szerves fejlődés eredményeként alakult ki. Görgényi Ernő polgármester elmondta, hogy az együttműködés nem előzmények nélküli. Gyula már 2013 óta szorosan együttműködik a szerződés kezdeményezőivel, Balatonfüreddel és Debrecennel. Az elmúlt évben voltak is erre példák, egymás rendezvényein megjelenünk, és ingyenesen biztosítjuk partnereink számára a standulás lehetőségét, megmutassák magukat, szolgáltatásaikat, értékeiket, hiszen ezek a települések, mind a nyolc település, a magyar kultúra és a turizmus megkerülhetetlen szereplői. Az elmúlt években például tavaly Balatonfüred volt a díszvendég a Gyulai Virágok Fesztiváljának, vagy éppen 2014-ben Gyulaváros volt a díszvendég az Annabálnak, de sok más rendezvényein is megjelentünk kölcsönösen a partnervárosok közül. A partnervárosok megállapodtak abban is, hogy egymást segítve lehetőség szerint közösen nyújtanak be pályázatokat hazai és uniós forrásokra, valamint együtt jelennek meg idegenforgalmi rendezvényeken Magyarországon és külföldön is.